Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az RCG Tesztek. A mai videóban egy Kaifun 2.1 mini klónnal fogunk megismerkedni. Ilyen kis csini dobozban érkezett hozzám. Nézzük meg közelről, hogy kell egy ilyet beüzemelni, mi van a készletben, és utána értékeljük. Nos, itt van a Kaifun 2.1 mininknek a klónja. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Roppant csinosan néz ki egyébként a történet. Egyáltalán nem kelti klón benyomását. Itt van maga a készülék, egy ilyen zsugor plasztikba csomagolva. Készülék az alapkiépítésben. Alapkiépítésben egyébként így, ahogy van, így 14x61 mm és 38 g súlya. Mi van még a készletben? Itt a csomag aljában van egy kis felhasználói kézikönyv, hogy mi micsoda, egészen olyan, mint hogyha igazi lenne. Itt egy bekötés, hogy mégis hogy tudjuk ezt megcsinálni, hogyha ilyen-olyan setup-val szeretnénk. Ezt tegyük félre, nem kottából fogunk dolgozni. Mi van még a setben? Hát súlya volt. Van egy ilyen kis incur-pincur doboz. Őzeszoros. Azt mondja, hogy bontsuk is, kinézzük meg. Úgyni. Ógyűrűk. Ezeket félretesszük. Van egy Ego menettakarónk, pótcsavarok, van egy kétvégű csavarhúzónk, most ezt nem szedem jobban szét, mindenki látott már ilyet. Egy átlátszó palástunk, áttetsző inkább. Egy hosszú levegőcső, ezt majd később megértjük, és ennyi. Nézzük akkor az alapkiépítést, szétszedjük, aztán ismerkedünk vele. Kezdjük felülről. Egy drip tip. Egy felső záróelem, mindenhol ógyűrűvel, ahol kell. Egy felső palást. Arra figyeljünk oda, hogy a felső palásnak ez a menetes része más menettel rendelkezik, mint ez a menetes, az alsó része. Összeszereléskor érdemes rá figyelni. Egy alsó fémpalást. Itt van maga a kazán. Itt a Soemesto logó. Itt a kémény, amit ugye ki tudunk cserélni a hosszabbal. Itt van a kis kazánpalástunk. És itt van a báziselemünk. Benne egy tekeréssel, amit szintúgy nem fogok kivenni, tekerni mindenki meg tudja. Ahogy látjuk, itt vannak a kis levezető hornyok, ezek fogják a lét szállítani a kazántérbe, itt is. Itt pedig a likvidünk fog beközlekedni,
innen a töltő, itt ki is budjant egy csöpp, innen a töltő nyílás felől, ide föl a palást és tehát a tankpalást és a kazánpalást közé. Itt láthatunk még rajta egy levegőállító csavart, és itt pedig magát a levegőlyukat, alul pedig az 5-10 csatlakozót. Nézzük meg akkor, hogy hogy üzemeljük be ezt rövid, illetve hosszú verzióban. Először is fogjuk az alap báziselemet, és ugye az előbb láttuk, hogy rövid verzióban szükségünk lesz erre a palástra, az a báziselemre, erre a másik palástra, a felső elemre, a lezáró elem, a drip tip, így néz ki a külseje, a belseje pedig kazánpalást és a kémény. Így. Na most, ha azt szeretnénk, hogy a konfigunk belülről és kívülről méretre maradjon ugyanez, akkor annyit tudunk még megtenni, hogy ezt az alsó részt, ezt a fémet, ezt kicseréljük erre a plexire, amit az előbb a kiegészítő készletben mutattam, és így szereljük össze. Természetesen a belső kazánpalást is belekerül, akkor így fog kinézni, látni fogjuk, hogy a likvidünk éppen milyen szinten van. A másik verzió az az, hogy szétszedjük a kazánpalástot és a kéményt, és ezzel a hosszabbik kéménnyel rakjuk össze a szettet. Először berakom majd ugye a kazánpalástot, erre jön rá az első elem, így, erre jön rá a plexi, ezt a kettőt természetesen cserélgethetjük, majd erre fog rájönni a felső vég palást, és erre rakjuk rá a drip tip csatlakozóját, illetve magát a drip tipet így, ezzel a konfiggal így néz ki. Ezzel a felállással tegnap előtt kipróbáltam, és körülbelül 5 ml folyadék, azaz egy Typhoon tanknyi folyadék fért bele, de most állítsuk össze úgy, ahogy a doboz eredeti kiépítése is szólt, annyi különbséggel, hogy a tisztánlátás érdekében a plexipalástal fogom alul összerakni, hogy lássuk, hogy a folyadék éppen hogy áramlik benne. Tehát akkor vesszük a báziselemünket, és a tekerést, ami benne van, így mutatom, hát ha lesz fókusz is, ott van benne a tekerés, ügyelve arra, hogy ne zárlatoljon, egy picit megemelve, ugye? És ha ez a tekerés megvan, akkor én fogok egy darab cellukottont, és ezt fogom majd belehelyezni a tekerésünkbe. Ez meg is van. Nézzétek el, nekem egy picit leteszem. Úgyni. Fogok egy ollót is megnyesem. Ha ezzel kész vagyok, akkor megnézem, hogy a hossza stimmele.
Hát még egy picit lehet belőle nyírni. Ezt, ha van elég anyagunk, akkor úgy tudom legjobban megtenni, bár ez egy picit össze fog esni, így lehajtom két oldalra, és megnézem, a palást alatt egy picivel vágom le, és utána fogom lehajtani. Ez így jó. Ez is jó. Úgy, és most fogjuk a kazánpalástot, és tekerjük rá. Jó, meghúzzuk. Oké. Föntről picit eligazgatjuk a vattát, üvegszálat, cellukottont, ki mit rak bele, és én egy csepp likviddel ki is próbálom mindjárt. Úgyni. Próbálnak ennyi elég. És a vicc kedvéért rátesszük egy minél nagyobb módra. Nézzük. Ó, király! Nagyon jó. Akkor. Már csak annyi a dolgunk, hogy rárakjuk a kéményt. Hát biztos, ami biztos, azért én meg is kóstolom. Még így. Nagyon jó, csak a levegő nyílását elzártam. Azt egy picit megnyitom. Na most talán jó lesz. Ó, tökéletes. Na, ezzel ha megvagyunk, akkor az asztalon rendet rakunk, és szépen mindent összeszerelünk annak rendje s módja szerint. Először az alsó palást éreztük, hogy a helyén van. Jöhet a felső palást, amit ugye mondtam, hogy figyeljünk arra, hogy a menet melyik vége hol van. Alul van a finomabbik rész. Most jön a lezáró elem. És kész is vagyunk. Amit az előbb elfelejtettem megmutatni, az még a dobozban van. Én már beletöltöttem a likvidemet. Jár hozzá egy biztonsági kupakos, töltőtűs, flaska is. Ezzel tökéletesen meg tudjuk tölteni. Érezzük, hogy itt van egy kis rugó ellenében nyíló ajtó, és ott már látjuk is a likvidet megjelent, elkezdjük pumpálni. Még mehet egy kicsi. Nehéz úgy fordítani, hogy én is lássam meg ti is. Úgy. Szerintem ennyi most elég lesz. Megnézzük, hogy működik-e mondjuk egy
módon. Megint csak ezt tudom előhúzni, de nézzétek el nekem. A levegő még mindig nem jó. Na most már jó lesz. Na nézzük akkor meg élesben, mit muzsikál. Összeraktuk, megtöltöttük, láttuk, hogy van gőze. Nézzük akkor meg élesben. Mindezt produkálta egy ómon és bocsánat, 22 watton. Ezt vegyük csak lejjebb. Jó lesz oda a 12 is. Még egy picit állítsunk a levegőzésen. Na. Már majdnem jó. Na most jó. Na, megnéztük a kis készüléket. Gergő segítségével össze tudtam hasonlítani egy 2.1 eredetivel és egy 2.0 eredetivel. Azt mondom, hogy számottevő különbséget nem lehet tapasztalni sem használat, sem működés közben, illetve kinézetre sem. Így ezzel a kicsivel is használható méret, hiszen van egy ekkora, kvázi nagy űrméretű tankunk. A másikkal valamivel hosszabb, és már 5 milliliter. A beüzemelése olyan egyszerű, mint a Kaifunoknak, annyi különbséggel, hogy itt egy jóval kisebb kazántérrel van dolgunk, tehát azért érdemes arra figyelni, hogy mekkora tekerést tesz bele az ember. És akkor például megnézem egy... Egóval is, hogy néz ki és mit művel egy ilyen borzasztó nagy 650-es aksival. Így. Teljesen rendben van. Mondjuk kicsit fejnehéz a történet, úgyhogy én vissza is rakom szerintem a kiindulásra, az ájra. Na. Nekem egyébként tetszik maga a kialakítása is a történetnek, hogy ilyen kis pici, vékony, attól függetlenül, hogy mekkora az űrmérete, tehát azért lehet ekkora köbcentikben, illetve milliliterekben is gondolkozni, nem kell feltétlenül nagy tankot. Ezt is ugyanolyan tetszik, hogy ugyanolyan, mint a mondjuk a 3.1, de csak így összenyomva az egész ilyen picibe.
A gőze az ugyanúgy, attól függetlenül, hogy most mekkora teljesítménye használom, ugyanúgy meleg, nem forró, csak meleg, nem hűvös a gőze számomra, és érzem a kazánon is, hogy kezd bemelegedni. A füstjével, illetve hát a gőzével, illetve az ízével abszolút nem lehet problémája senkinek. Nézzük. Nézzük egymást, ha látjuk. Nézzük akkor az értékelést. Pozitív, negatív. Negatív nekem attól függetlenül, ugye, hogy klón, azért rajta van a Svolmestónak az emblémája, a palást, tehát a kazán palaston, ugyanúgy, mint az eredetinek, ez picit megtévesztő lehet, mert hogy ez egy klón. A másik, a töltőtűs flaskából nekem kissé nehézkes a töltése. A másik módszer ugye, hogy én úgy szoktam, hogy az alsó levegő állító csavart teljesen elzárom, a felső kupakot, a felső lezárólevet megnyitom, fentről megtöltöm, óvatosan a kupakot, a lezárólevet visszatekerem, megfordítom, és akkor megnyitom a levegőcsavart, hogy a túlnyomás az ott el tudjon távozni, és úgy tekerem vissza a csavart, és a lezáró elemet. És ha ezzel megvagyunk, akkor viszonylag kopra tudjuk tölteni a történetet. Tehát a másik negatívum nekem ez a kis töltőflaska. Aki nem ilyen, de hasonló, illetve hát úgy hasonló, hogy Kaifun történettel játszik, és azért nem meri használni a töltőtűs flaskát, mert egy idő után folyik a nyílás, az azért van, mert egyszerűen elkoszolódik. Az eredetiről beszélek most kizárólag. Nem kell megijedni tőle, én is találkoztam ilyennel, sőt, ilyen barátom is van, aki ilyet használt, és nem is használta pont ezért, mert semmi baja nem volt, de ő már inkább ki is akarta küszöbölni, úgyhogy ő föntről töltötte. Nem kellett megijedni, elpiszkolódik kicsit az a golyós betöltő nyílás, csak annyit kell tenni, hogy vagy forró vízzel és a töltőtűs fecskendővel egy picit átmossuk, és hogyha ez az átmosás megtörtént, akkor utána ugyanúgy használjuk tovább, illetve mikor betöltjük, akkor az utolsó kis cseppet, amikor betöltjük, még van a fecskendőnkben is, akkor egy picit visszaszívunk. És azzal azt a kis golyós záró szelepet, azt visszarántjuk a helyére, és onnantól kezdve nem kell azon izgulnunk, hogy folyni fog-e ott vagy sem. Menjünk tovább. Negatívumról tudtok-e még valamit mondani? Szerintem nem. Pozitívumra térjünk át. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen pofás kis dobozban van a történet, illetve a játékos, és attól függetlenül, hogy klón, azért elég rendesen adtak a csomagolásnak, nem egy igénytelen papírdoboz, még user manuált is kapunk bele, tehát panaszra okunk ezzel kapcsolatban nem lehet. A kiegészítő garmadája, aki esetleg nézte Blackinek a legutolsó videóját, hogy mivel lehet megszívni egy ilyen Kaifun rendszerűnél, az ugye az már álmából felébresztve is tudja, hogy ógyűrűk van belőle. Most megnézem. 2, 3, 4, 5, 6 darab ógyűrünk van, úgyhogy nem kell attól félni, hogy nem találunk olyat, ami pont nekünk passzolni fog. Pozitív. A másik, ami nagyon tetszik nekem, az a kis kémény. Ki tudjuk cserélni egy nagyobbra. Beteszünk még egy
még egy elemet, és így már akkor 5 mm-rel tudunk garázdálkodni. Ez is pozitív. Aztán mi még a pozitív? Más nem. Egyszerű, mint a faék, tehát nagyon nem lehet ezzel mit trubálkodni. Nekem jobban tetszik egyébként így átlátszó, vagy áttetsző palástól, mert legalább látjuk a folyadékunk, hogy mozog, hogy fogy. És tegyük hozzá, megnézem most a pontos árát. Oszinál jelen pillanatban ez a setup, így ezzel a dobozzal, kiegészítőkkel, ógyűrűkkel, töltőflaskával, ami jó pofa egyébként, hogy gyerekzáras, csavarhúzó készlettel, mindennel együtt, alig 11 ezer forint, úgyhogy szerintem az árat teljesen megéri, pláne, hogy ugye most klónról beszélünk, de egy nagyon jól összerakott klónról, úgyhogy vegyétek. Nekem az ajánlott kategóriába esik a történet, szerintem nincsen semmi probléma vele. Sok rosszabbat láttam, ilyenből is, és Kaifunból is. És kipróbálva az eredetivel, nem tudtam olyan ízkülönbséget, gőzkülönbséget felfedezni a kazánban, mint azt az ember. Lehet, hogy nekem nem ennyire érzékeny a nyelvem, én csak szemre osztályozom inkább a történeteket, és ugyanaz az érzésem megvolt, mint Gergő eredetiénél, ezúton is köszönöm neki, hogy a rendelkezésemre bocsátotta. Remélem tudtam segíteni ezzel a videóval. Örülök, hogy megnéztétek. Sziasztok!